Tokodon évszázados hagyománya van a szőlészetnek és a borászatnak. Pincevölgye páratlan szépségű kirándulóhely. A tokodi borosgazdák minden nyáron nyitott pincékkel, borkóstolással várják az érdeklődőket a nagyvölgybe. Helyben készült harapnivalót kínálnak, és szinte minden pincénél zenés szórakoztató programot szerveznek. A tokodi borút kisebb fesztivállá nőtte ki magát, vármegyén kívülről, de még a határon túlról is érkeznek ide vendégek. A Gerecse-hegység keleti lábánál, a Gerecse és a Pilis találkozásánál vagyunk. Az országos kék túra útvonala felvezet a Hegyeskőig. A sziklaszirtről festői kilátásban gyönyörködhet a kiránduló. Tokod felett őrködik a Nagygete, teteje a keleti Gerecse legmagasabb pontja. Ezen a hegyen rendezték az első hazai síversenyt 1908-ban. Aki Tát felől érkezik, már messziről láthatja a Sashegyet. Magaslatán az 1685-ös évszáma Táti csata győzelmére emlékeztet. Innen indult a lotaringiai Károly vezette keresztény sereg, hogy súlyos csapást mérjen a török hadakra. A sikeres ütközet tette lehetővé Budavárának visszafoglalását. A környékben azt beszélik, hogy már a római korban is termesztettek szőlőt a hegyek között. Tokod területén az első században épült ki a katonai erődítmény, majd a negyedik században a római település térségének ipari centruma lett. A bányafeltárások során akadtak rá az erődnek a nyomaira, és akkor kezdtek ásatásokat, pontosan 1893-ban. Ipari tevékenységnek is volt nyoma, mégpedig arra következtetnek, hogy a környéket ellátó üveg- és kerámia gyártás folyt, ugyanis égetőkemencét találtak, üvegrögöket találtak, öntőtégelyeket találtak, és olyan edényeket, amiket feltételezhetően itt készítettek. A Tokodon fellelt leletek nagy része az Esztergomi Balassa Múzeumba került. A római tábor romjait az ipari parktól induló földúton lehet megközelíteni, táblák is jelzik az útvonalat. Nagyon sok túrázó megtalálja, egyrészt azért, mert Tokodon keresztül halad, vagy a tokodi dombokon keresztül halad a kék túra útvonal, tehát azok is felfedezhetik. Másik pedig van egy geocaching láda is elrejtve a romok között, és talán ők is hírét vihetik ennek. A 19. század végén a vasút építésének hatására felmerült az üveggyártás fejlesztése. Tokod kvarchomokjára üveghuta, majd üveggyár épült. Möller Károly építette akkor az üveggyárat. Ő gyógyszertári üvegeket szeretett volna itt gyártani. Az üveggyárat végül is 1895. március 3-án helyezték üzembe, és üzemelt körülbelül 3 hónapig, majd bezárásra került. Másfél év telik el körülbelül durván, hogy újra az üveggyárról hallunk, akkor egy Kurzweil Vilmos nevű úr vásárolja meg az üveggyárat, rögtön fejleszteni kezd, csiszolda üzemet, a gépház üzemet fejleszti, nagyobbá teszi magának az üveggyár területét, és munkásszállásokat, munkáslakásokat is épít. Az első világháború alatt szünetelt az üveggyártás, a két világháború között izzólámpaballonokat fújtak. A második világháborúban hadiüzemként működött az üveggyár. Ezt követően megkezdődött az opál üveg előállítása, ami 1992-ig jelentős kézigyártású terméke maradt Tokodnak. 1950-es évek közepén jutott el oda az üveggyártás, itt kikísérletezték, tulajdonképpen tökéletesítették az ólomkristály üveget, és azt hiszem, hogy ezek az ólomkristály tárgyak mind onnan, abból az időből származnak. Itt fejlesztették ki az egyik híres magyar kozmetikum fekete üvegtégelyét is. A tokodi üveggyár területén ma vállalkozások működnek, az üveggyártás megszűnt. Az itt készült míves darabok a Liszt Ferenc művelődési házban vannak kiállítva, ahol a gyár és az üveggyártás történetét is megismerheti a látogató.
Az üveggyártás mellett a szénbányászat határozta meg Tokot gazdasági fejlődését. A szervezett bányászkodás az 1830-as években indult meg a település területén. A szenet akkoriban még a Táti rakodóra szállították lovaskocsikon, ahonnan hajóval továbbították a fővárosba. A vasútépítés és a technológia fejlődése 100 évvel később lehetővé tette egy szénosztályozó létrehozását is. A II. Világháború után a közeli Dorog lett a szénmedence központja. Tokodon 1971. júliusában zárták be az Erzsébetaknát vízbetörések miatt. A legnagyobb örömöm most a nyáron a bányász emlékszoba megnyitása volt, amit teljesen a könyvtár vezetői és a polgármester úr álmodta meg, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire hűen és hitelesen bemutatja a bányának az életét. A Tokodi Értékek és Gyűjtemények házában látható a bányász emlékszoba. Azok előtt is tisztelegnek ezzel a kiállítással, akik életüket vesztették abban a bánya szerencsétlenségben, ami 1942. július 31-én történt az Erzsébetaknában. A régi iskola épülete több gyűjteménynek is otthont ad. Iskola történet, 2000 darabos mackó gyűjtemény, baba kiállítás és az alkotóház szakköreinek munkái várják az érdeklődőket. Ide jártam iskolába, a családom tagjai ide jártak, de az egész lakosságnak egy legkedveltebb épülete volt, és ez közel 20 éve üresen állt. Polgármester odaadta a kulcsot, és elkezdtem a munkálatokat a családdal, de a családhoz csatlakozott nagyon sok segítő, az összes civil szervezet, bekapcsolódtak a tájházban működő szakkörök vezetői, és ők is egy-egy szobát berendeztek. Robotka László volt a szakkörök életrehívója, aki elnyerte a Népművészet ifjú mestere címet. Összegyűjtötték és bemutatták a még fellelhető régi használati tárgyakat, és maguk is készítettek dísztárgyakat természetes alapanyagokból a régiek nyomán. Az alkotóházban tartja próbáit a Kék ne felejts nóta kör. Nem csak énekelnek, zenés vígjátékokkal színesítik a község rendezvényeit. A tokodiak azt mondják, hagyományaik 1000 évre nyúlnak vissza. A falu első templomát Szent István királyunk építette Szent Márton tiszteletére. A tatárjáráskor az egész falu leégett, így ennek a templomnak a romjai sem maradhattak meg. A 14. században az Esztergom szent királyi János lovagok építette Kitkő templomot. Ezt a török háborúk rombolták le. Mai templomát a nagyszombati Szent Istvánról elnevezett papnevelő intézet emeltette. A templom 1786-ban épült az esztergomi papnevelde segítségével, és a berendezését a felső magyarországi megszűnt pálos rendnek a kolostorából hozták. A papnevelde adta ajándékul Tokodnak a főoltárt, a két mellékoltárt, a Mária oltárt és az Erzsébet oltárt, és ugyanakkor a szószéket, ami rendkívül díszes, nagyon szép építészetileg. Nagyon szépek a templom hagyományai, ilyen az úrnapi körmenet, ami ma is élő,
és olyan nagyon kedves azzal a megjelenítéssel, hogy újra fölveszik a régi viseleteket az emberek, és ugyanolyan megjelenítésbe vonulnak végig a körmeneten, mint valamikor régen. Tokod búcsúja Szent Márton napján van. Ehhez az ünnephez kapcsolják a gazdák a borszentelést. A felszentelt borokat kiviszik a pincékbe, és készülnek a következő közös borkóstolásokra, vendégvárásra, nyitott pincékre. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.